Kicsit küzdöttem tegnap ezzel a címmel, többször is megnéztem, de... Elvészként egy kicsit megbetegedtem, mert a naplót mindig írtam, aztán azóta ennek a betege vagyok mindig. Tehát minden évről van egy napló, és ezeket folyamatosan elteszem, ezek minden évről megvannak. Én hoztam neked egy nem vers, tulajdonképpen egy mondás. Élettel, életúttal van kapcsolatban. Az életben két út van, az egyik könnyebb, és ennek ez az egyetlen előnye. A szerző is a hát, én itt születtem Nagykátán, dimbes, dombos vidék, az látszik. És ez a nyíkvét nagyon szívemhez jött, mert a gyerekkoromban sokat kirándultam, itt sokat voltam kint, és később a főiskolai évek alatt elvűrítem a szakdolgozatomat is. A másik oldalon az én csapatom, a családom, a feleségem Anita, a nagyobb lányom mellette Hanna, a kisebbük pedig a Sphinx tetején. Hát Hanna, ő most 18 éves, idén felvételizett Angliába a színművészeti főiskolára. A kisebbük gimnáziumban. Úgyhogy az én iskolai évem tulajdonképpen Mátafüreden zajlottak. Először, mivel nagyon jó tanuló voltam általános iskolában, ezért csak szakmunkásba vettek föl. Erdőművel és fakitervelő lettem. Aztán valahogy sikerült túlküzdenem magam, hogy majdnem osztály első legyek, és utána újból beültem az iskola padba a 15 évesekkel, vagy a 14 évesekkel, és elvégeztem a technikusit, majd a technikusi után a főiskolát végeztem Gyöngyösön, mint mi is ennek a magyar nevet. Mint környezetgazdálkodási mérnök. Aztán sikerült elhelyezkednem álmaim munkájába. Kerületvezető erdészként és vadászként. Nem ismertem volna meg. Szívvel, lélekkel próbáltuk csinálni, de aztán 5 év után rá kellett jönni, mert iszonyatosan túl voltam fizetve. Emlékszem, 1999-ben az első fizetése még mai napig megvan a cédula. Hát nem sokkal több volt, mint 17 ezer forint. Aztán így küzdöttünk szépen lélekkel, de aztán utána abba hagytam, és ezek után, való évek után tulajdonképpen magánvállalkozó lett egy másik barátom, aki azóta Kanadába él. Úgyhogy az erdész pályát elhagytam sajnos. De viszont ez a kapcsolatban egy nagyon érdekes történetem. Itt volt egy vadász vendégünk, akit mi egymás között úgy hívtunk csak, hogy hátizsákos. Minden évben hátizsákkal érkezett, kések voltak benne, lámpák, sapkák, mindenféle apró ajándékok. És hát ezzel az emberrel nekem személyesen nem volt kapcsolatom, csak a csoporton, akivel ő érkezett. Én mindig másokat vadásztattam, de végül is egy 15-20 év után valahogy mégiscsak kapcsolatba kerültünk egy másik országba. Történet nagyon érdekes legalábbis számomra, hogy vannak-e véletlenek, vagy van-e sors. Hát erdészeti évek után ezek következtek. Tényleg boldog voltam, hogy van elhízem a cigetel. A másik oldalon viszont az én dolgozói láthatók, itt nem hazánk szülöttei, de bevállaltak mindent. Csinálni ott 100%-osan, de végül is mindig a jobb oldalon lévő úri emberek jutottak előni. Aztán ezek voltak a hibák. Én is elhiszem, mint fából, hogy papivágó dolgozik. Hát itt a bal oldalon tisztán látszik, hogy mi a lóg a fiatal ember. Talán többen is megismerik azt az eszközt. A lábamon egy mászóos volt, ami tulajdonképpen abban az időpontban már 25 éves volt. Úgy, a viccebe az egész volt, tulajdonképpen az a mászóos, ami otthon a lábamon, az Ausztriába készült az erdészeti iskolába. Én egy barátomtól jutottam hozzá, aztán majd később vissza is került, tehát ez a mászóos most már több mint 45 éves, de én mindig működik.
Hát ebben az időben nem volt több, mint egy kézifűrésze, meg egy 46-os tényleg. A másik oldal, az Bendi neked hoztam, mert a Szegeden készül. Hát a Grigri után volt egy nagy váltás, ami másik oldalon lehet látni, ezt a csomót úgy hívják, hogy Dave. Egy Amerikában élő barátom hívott fel újongó, hogy van-e otthon internet kapcsolatom. Mondtam, hogy hát van. És mondta, hogy nézzek már rá valamire. Küldött egy videót, a videót megnéztem, aztán otthon elkezdtem kötözgetni mindenféle kis kötelekből, és utána végre megvettem életem első falászolók, egy falákoló kötelét, és abból kötöttük mindig a bléket, és azzal másztunk. Úgyhogy igazándiból ezek az évek voltak a kezdetek, de érdekes volt, nagyon kevés dologgal, elég sok mindent meg tudtunk mondani. Hát tulajdonképpen 2004 után, amikor a nagy krach volt Magyarországon, én mindenáron menni akartam, nem akartam itthon maradni. Volt rengeteg negatív élményem az ipari alpi oldalon, és akkor azt mondtam a feleségemnek, hogy megyünk, és kérdezte, hogy hova, én mondtam, hogy Kanadába. Tehát itt oda készültem egy helikopteres céghez, aki helikopterekkel vágja fákat, és közben azért még írtam életrajzokat, és önéletrajzokat Németországba, Ausztriába. A feleségem azt mondta, hogy talán Ausztriába kedvesebb az emberek. Itt landoltam, ez Karintia tartomány. Ott, ahol azok a picit kis ködös részek vannak tulajdonképpen, ott van a kis város, ahol én élek, én lakom. Az a fa, ami ott kiemelkedik, ez egy 40 méter fölötti ház, ami egy parasztudvarba áll. Tehát ő ott érzi a vidéket, egy gyönyörű fal. Úgyhogy itt landoltam, itt kezdtem el az én pályámat, tulajdonképpen 2010-et írunk. És hát idegenben ismereteim németből körülbelül annyi volt, mint a macskámnak. Elkezdtem olyan tűzzel, mint ahogy a másik oldalon lehet látni. Német nyelv egy eléggé sarkos, négyszögletű valami. A magyarhoz képest, ami egy szép és kerek. Kerestem rajta a görbületeket, de valahogy nem találtam. Igazándiból most már az eltelt évek alatt azért elég jól belőttem, tehát egy. Hát a kezdeti évek nem voltak egyszerűen, ezek voltak. Meg az első tulajdonképpen kezdeti pár hét, akkor külön attól a családomtól 3 hetente jártam haza egy-egy hétvégére, de aztán sikerült őket is meggyőzni, hogy mennünk kell, és ott béleltünk egy lakás, aztán a lányokat akkor volt honnan 8 éves, a kicsi meg másfél, itt kiköltöztettük tulajdonképpen egyik hónapról a másikra, ők ott elkezdték az iskolát, és minden működik. Hát a kezdete éveimhez kapta egy nagy segítőt, Angliából érkezett, Krisznek hívják. Ő azóta már nem dolgozik ott annál a cégnél, ahol mi együtt dolgoztunk. De nagyon érdekes ember volt. Nekem azonnal testvérem lett, és mi hihetetlen mennyiségű munkát megcsináltunk a cégnek, és nagyon-nagyon rövid idő alatt tulajdonképpen, tehát legyőzhetetlenek voltunk együtt. Úgy, ahogy ez a fa is, ez az Oszivel tónál áll egy privát kertben. Ez egy almafa. A hátoldalán van egy hatalmas nagy odú, amiből az a tiszapa nő ki. Hát itt még odú nem kezelt senki, csak a tiszapa. De egyébként mai napig terem, és mi folyamatosan metszettük ezt a fát évente, két évente, ahogy éppen szükség volt rá. A tulajdonosi elmondása szerint pontosan nem tudja, hogy mikor ültették, de viszont azt a nagyapát tudják, hogy ki ültette, tehát a családban megvan. Ennek a fának minimum 200-250 évesnek kell lennie. És a mai napig terem gazdagon nagyon félbe gyümölcsön. Hát igen, ő volt az, itt kb. 2014-et írunk, két dolog is elkezdődött az életemben. Azóta nagyon sok dolgom van szerencsére nagy fákkal. Valahogy
hatásos élményünk vannak nagy fákkal kapcsolatban. Tegnap például teljesült egy újabb ilyen meghívás. 10 éve nézegetek egy fát, nem minden nap, de rendszeresen eljárok mellett autóval, és tegnap volt szerencsém rá fölmenni. És a Krisszel tulajdonképpen egy másik dolog is elkezdődött, ahogy ott a jobb oldalon is látszik. Elkezdtünk versenyekre járni, versenyezni, csupán abból az indokból, hogy tanuljunk valamit, vagy egy kicsit is többet legyünk, vagy többet tudjunk. És ő volt az, aki igazából egy picit nálam rámutatott arra, hogy lehet ezt komolyabban is csinálni, vagy céltudatosabban is. Hogy ne csak úgy menjünk el, hogy buli legyen az egész, hanem hozzunk is magunknak igazából hazahagyni. Ez a másik nagyfa, ez egy hársfa. Ott áll Korintia tartományban, egy hegy tetején, ami kb. 800 méter magas, és 9 templom romban tulajdonképpen, vagyis 8 templom romban a hegy tetején, az elmúlt időszakokból, és a legutolsó még mindig áll. Ez egy érdekes hely, itt kerültem kapcsolatban nagy fákkal és szentélyekkel. Ez számomra érdekes kapcsolat. Ez is egy érdekes volt, ez is tartozik egy történet, ez volt Szeged. Mit írunk, Bendi? 2015. Igazándiból talán ez volt az első olyan verseny, ahol picit is profitálhattam abból, amit a Krisztelénéig csináltunk. És azokon a versenyek, ahol mi jártunk, kicsit tanultunk. Tehát mi 4-5-6 versenyt is megcsináltunk éves szinten. Ahogy lehetett, ő egy nagyon jó partner volt, mert mindenhol elutazott vele, teljesen mindenki jól mentünk. Beültünk a szállóba, aztán mentünk. Ez volt ugye, hogy 2015, így nyertem meg elsőnek az osztálybajnokságot, egy cseh fiú áll mellettem. Az előző képen, ahol a 10 kilós pólóban volt, Csehországban voltunk egy versenyen, iszonyatosan kikaptunk, tehát utolsó-utolsó előttiek lettünk valahol. Nem értettük, hogy a csehek hogy tudnak úgy mászni, vagy másznak, de valakint mindent megértettünk, mert tulajdonképpen mentek a fán mindenen keresztül, mint a tankok. Szép, nem volt a hatás. Olaszország viszont nagyon más, tehát nagyon érdekes volt, hogy melyik nemzet, melyik nyelv, melyik kultúra, éppen hogy dolgozza fel ezeket. Egy pillanatra akartam beszólni, hogy amikor mi az első versenyt rendeztük, akkor a csehek már 16-ig. Igen, tehát ezek odakint... Most jártak azt hiszem, hogy tavaly éppen a 20. versenyt. Nagy vagy a ők jártak Európában a legjobban élen. Így van. Hol is kettünk? Na, tulajdonképpen az volt az érdekes számomra, hogy kint voltunk Olaszország, és néztem az Olaszországban a fiúkat, a bajnokságban, és egyszerűen az jutott elsőnek eszembe, mintha valami balettban lennék. Tehát ezek úgy táncikáltak a fán, mint valami kisasszonyok. Úgyhogy nagyon érdekes élmény volt ahhoz képest, amit a csehek műveltek. Tehát ahhoz képest mi csehek voltunk. A másik volt az egy észak-amerikai bajnokság volt, ott már elhittem kicsi hír magamról, hogy talán valamit keresetek itt a versenyen, vagy ebben a szakmában. És azért volt érdekes számomra, mert tulajdonképpen ilyen emberekkel lehetett megismerkedni, mint aki ott áll mellettem, mint Taylor Hammond. Egy nagyon érdekes figura, a DM-nek dolgozik, és nagyon-nagyon sok fejlesztést csinál neki, hogy segít. Így néz ki, hogy lefogyott ember. Ez tényleg így volt, de én amikor kikerültem Arosztriába, akkor 88 kilót nyomtam. És volt egy ételmérgezésem, és sikerült ledobnom gyorsan 14 kilót. Hát itt volt 72 a súlyom, ez volt Prága, 2016. Először 2013-ban voltam Svájcba, Európa-bajnokságon. Hát a számomra katasztrófa volt, mert szabályok nélkül és minden ismeret nélkül kikerültem, tehát sehol nem végeztem. Így se szerepel, hogy ezt lehet jobban, de ezt már azért élveztem. Hát igen. Észak-amerikai bajnokság a bal oldalon. A jobb oldalon viszont azt hiszem, hogy fekete dió volt, ami hát ezen a képen talán annyira nem látszik, de tele volt
dudorokkal, mindenféle letört ágakkal, és egy gyönyörű parka volt, rengeteg mókussal, tehát ott a mókusok úgy rohangáltak, mint a macskák. És érdekes volt számunkra, hogy hogy néz ki ez a fa, aztán elég sok időt eltöltöttünk ott kint a barátommal a fa alatt. De hát az éjszaka-bajnokai bajnokság az egy érdekes bajnokság volt. Ott képviseltette magát körülbelül a félvilágbajnoksága szereplő, és nem is sikerült olyan rossz ez az egész. Hát bajnokságot követte, azt mondom, 2018 egy érdekes év volt, és volt még egy nagyon érdekes ember az életemben, hogy sokan úgy ismerik, hogy Kakas. Ha esetleg ismerik, ő Kovács Sándor. Szomszédom volt Nagy Kátán, ő volt az, aki Amerikába fölhívott, hogy nézzem meg azt a Plagues nevezetű csomót, és kezdjék el azzal mászni. És aki ott áll mellettem a képen, azonnal deja vu volt, ahogy őt megláttam, mert ugyanúgy mozgott, ugyanúgy beszélt, és a arc mimikája is teljesen hasonló volt Sándorhoz. Aztán amikor hazatértünk, a Hannával ketten voltunk kint, ez Ohio-ba volt, Columbusban, és hazatértünk, és azon a nyáron találkoztunk a Sándorral, és elkezdtem a Sanyiról beszélgetni, hogy mi volt, hogy volt, ki hogy érezte magát, mellé jártunk. És mesélte neki a bajnokságról, hol volt, mit csináltunk, és láttam, hogy az embert levente a víz, álltunk a cérek, és kérdeztem tőle, hogy milyen bajod. És elmesélte nekem, hogy milyen a sors, vagy milyen az élet, hogy ő, amikor Magyarországot elhagyta, először Angliába érkezett, és Angliából repült át Amerikába, és az első állomás, ahol életében megérkezett Amerikába, az ez a hely volt, és ő ebbe a parkba járt ki rengeteget mászni, kikapcsolódni. És ez számomra egy hihetetlen élmény volt, hogy én, akit ismerek nagyon-nagyon régóta, 20 év múlva kiderül, hogy egy helyen landoltunk, valamilyen okból fogva. Érdekes. A másik oldalon Tori Majdata látható a lányommal. Ő neki volt egy baleset a 2017-ben lehetett a baleset, tehát vagy 17 vagy 18 év elején ő egy darálóba elveszítette a bal karját, egy árdarálóba, és a felépülése hihetetlen gyorsan ment, és azóta is egy életvidám ember, számomra hihetetlen, de hogyha én találkozok vele a rendezvényeken, nagyon-nagyon sok energiát ad. És az volt ebben az érdekes, hogy így vettek a helyet, ha ránézek, ez megáll egy csoda, hogy ők találkoztak odakint, előtte nem ismerték egymást. Találkoztak odakint két ember, és azonnal barátok lették, és azóta is tartják a kapcsolatot. Érdekes. 2017. Hát, itt ott hagytam a céget, ahol dolgoztam, a TISZ is elment, el is váltunk egymástól, tőnképpen ő Németországba landolt. Én ezzel együtt párhuzamosan elkezdtem a saját cégemet, kis vállalkozást, és azzal együtt meghívást kaptam Pécsbe is tanítani, oktatni valamiképpen ezt a kötél technikát. Én nagyon szeretem, hogyha a képzések flottul mennek, rendezetten, de azért humor van benne. Az mindenféleképpen kell, hogy legyen. A cégnevet a lányom találta. Érdekes, mert Ausztriában az én vezetéknevemet furcsán ejtik ki. Kmétinek ejtik ki, és a Kmétri tulajdonképpen ebből született. Hogyha a németek vagy osztrákok kimondják, egy picit hasonlóan hangzik. Úgyhogy így indult el az én pályám 2017-ben, aztán azóta is tartott. Egy pár csemmegét hoztam képzésekről, mivel lehet tulajdonképpen találkozni. Nagyon érdekes, hogy emberek mit képesek összerakni, számomra is hihetetlen. Tehát ott a bal képen, a bal oldali képen egy 16 euróba kerülő valamit kellett volna csak kicserélni,
deszkálpák össze, nem tudom, hogy nem forintból. A másik oldalon is több hiba látható. Számomra érdekes élmények ezek, tehát van egy cégvezető, és leereszthető standként odaad a dolgozójának egy körülbelül 4 vagy 5 méteres valamit. Ezzel egy bögrét le lehet engedni esetleg szekrényről, de hogy egy ember nem lehet megmenteni, ebben a verzió az biztos. A másik, pedig házi tárkormány rengeteg van, és a YouTube, Instagram és Facebook gyümölcsei. Szeretek olyan emberekkel közel dolgozni, és mindig, hogyha van valakinek valami ötlet, nagyon szeretem őket megbeszélni a többiekkel. És ez például egy terelés lett volna a bal oldalon. Nem tudom, ki merne beleszállni, és mondtam a srácok, hogy azt a videót, amit ő látott, lehet, hogy többször meg kellene. A másikban is egy gyönyörű gyümölcs látható, kicsikét más értelmezésben. Tehát az, hogy valaki ilyen kábelkötegelőben összekötöz valamit. Ja, igen, és itt az újabb gyöngyszem. Ez tartozik egy történet. A szomszédóban lévő kisebb városban, Moszkvában mindig két karácsonyfát állítanak telente. És ezeket mi úgy vágjuk ki az én barátommal, hogy tulajdonképpen nem kérünk ilyet a pénzt, tehát azt a napot mi ingyen vállaljuk. És ezen a napon érkezett egy darus autó, ami tulajdonképpen egybe kiemelt az 16-18 méteres karácsonyfát. Ez egy golfpálya mellett történt, és a golfpálya mellett elment egy 25 ezer voltos, magas feszültségű vezetékhálóban, és természetesen az ottani vállalat, akit itthon Émásznak hívnak, ők kértek, hogy lehessék úgy a vezetéket, hogy tulajdonképpen leföldeljék a vezetéket, és én lemásztam, bekötöttem a darabnak a fát, lemásztam a fáról, a többiek elvágták alul a fát, és ameddig átmentem a másik oldalra, csupán puszta kíváncsiságból, hogy megnézem, hogy az mi van berakva. És a Benni biztos, meg a többiek is tudni, hogy azonnal tudják értelmezni. Tehát úgy volt, hogy volt egy előmászó, aki fölmászott a 25 ezer volt közé. És a poén ebben, hogy a tűz által minden be van vizsgálva, az emberek ki vannak képezve, de ahogy nem használják ezeket az eszközöket, ez születik belőle. Tehát az előmászó ezen az oldalon ment föl. Az jó. Nincs biztosítva. Vissza kellene fogni a leereszkedéshez. Persze, ilyen biztos. És tulajdonképpen ez közelről így nézett. Tehát a mászunk ezen az oldalon mászik elől, és a karabiner olyan szépen bent van. És én megkérdeztem tőle, hogy szerinted ez rendben van? Azt mondta, hogy ő szerintem rendben van, mivel ott van rajta ez a gyönyörű pecsét. Hát ha lehet, akkor a lehető leggyorsabb, hogy biztosítsa ki egy pozícionálból magát, aztán utána jöjjön, ahogy csak tud. De nem történt szerencsére semmi, tehát a fát mind a kettőt kiváltuk, a émászosok meg elvonultak azon. Fogadni, nem csak nem első. Ezek is gyöngyszemek, tehát mind nálunk van, mi is ezekkel küzdünk. Iszonyatos mennyiségű ilyen munkát lehet találni Korintiába. És hát teljesen kívülvaló, lehet mi mondani. És ez az a probléma, hogy önkormányzatoknál is megtörténik, meg természetesen magáházaknál is. De szerencsére még a legtöbb nagyfához nem tudtak hozzányúlni, úgyhogy az én barátommal, az Andrásszal úgy vagyunk, hogy valójában hozzá tudunk beöltözni. Ő egy nagyon jó ember, egy nagyon érdekes ember, és visszakapcsolódjak tulajdonképpen a vadász vendéghez, aki hozzánk, mint hátizsákos járt ki. Ez volt 2018. Beszélgettünk, és egyszer csak küldött nekem egy képet.
és nézem a képet, mondom, kérdezem, hogy hívják ezt az embert. Mondja a nevét, és kérdeztem tőle, hogy hova jár vadászni. És az ember elmesélt, hogy oda jár vadászni, ahol én voltam erdész 20 évvel ezelőtt, és ő volt a hátizsákos. Tehát ilyen furcsa az élet, hogy kikkel kapcsol össze tulajdonképpen az életúton a sors, vagy az életút ilyen emberekkel. A másik oldalon egy gyönyörű tölgyfa látható, ami egy tópartján áll tulajdonképpen a fának, a bal oldalán és a jobb oldalán egy ház áll, és a minap olvastam, azt hiszem a Facebookon volt egy gyöngyszem, ott is egy tölgyfáról volt szó, és hogy amiatt, hogy ott épületet építettek, hogy nagyobbítottak meg, rengeteg állat levágtak a tölgyfáról. Tulajdonképpen mi, amit ezen a tölgyfán művelünk, az nem több, mint hogy folyamatosan az épület oldalát, vagy az épület oldali részét a vezetékek miatt szabadon tartjuk. Ez 3-4 évente ismétlődik talán. A többit, ami a tó felé ló, vagy a tó felé áll tulajdonképpen, azt mind megtartjuk, azokat nem piszkáljuk. Esetleg egy szárazágokat kivesszük belőle, aztán ennyi. De hogyha lehet, hagyjuk vissza szárazágot természetesen, mert az én vélemény szerint sokkal egészségesebb a fa, hogyha van benne egy kis saját patika. És hát nem volt egyszerű meggyőzni ezt az ügyfelet, hogy ne kelljen az egész fát bántani, vagy ne kelljen az egész fát össze-vissza vaklosni, de végül is sikerült a hímuságára hatni, azért azzal még talán az embereknél célba lehet egy kicsit találni, hogy micsoda értéket képvisel ez, ami ott van a szemünk előtt, mert ez azt hiszem, hogy a törzs átmérő nagyobb, mint 1 méter, tehát egy nagy fáról van szó, és amikor ilyeneket olvasok, hogy azért kellett az egész fát megrövidíteni, mert az épület rész ez a harc, és hogy a biztosító ezt és azt mondja, nem tudom. Tehát nem biztos, hogy a szakma gyöngyszeme lenne, de hogyha az úri ember itt van, nagyon szívesen beszélek vele. Hát kapcsolataim a más fákhoz, meg a szent helyek. Tulajdonképpen nekem az a véleményem, meg ezt valahogy az én édapám is ezt mondta, hogy régen az emberek nem templomba jártak, hanem nagy fákhoz imádkozni. És ez a kettő valahogy kombinálódik, és én azt gondolom, hogy hihetetlen energiák születnek. Tehát ahogy a Ferenc mondta, iszonyatosan szerencsések vagyunk, hogy egy olyan közegbe dolgozhatunk, ami az én számomra az energiát közvetítenek a Földre. Tehát olyan van, amiben szállunk be, mintha egy időgép lenne, aztán felgyőtjük. A másik oldalon, nem tudom, hogy esetleg ki ismer rá, hogy ez milyen fa lehet. Csak a méretek miatt szeretnék ide mutatni. A zöld sisakomat elég sokan ismerik valószínűleg. Itt van. Mellette van két mászózsák, amiben a felszereléseink vannak, és ez egy szivalfa. Ez egy tóparton áll, nem messze egy kis hegytől, aminek a hegytetején állt valamikor egy régi kápolna. És én azt gondolom, hogy ezek a helyek, meg ezek a fák azért születnek, hogy valamit lehozzanak a földre, és ezek egymással kölcsönhatásban kapcsolatban vannak. Tehát máshol ezek valószínű, hogy nem nőnek meg ekkorán. Hát, hogy szerencsé vagy a dolgokat. Az utolsó kép, én itt élek, itt dolgozom. Ennek a fának a tetejéről már többen kaptak tőlem fotót. Nagyon szívesen küldözgetek fotókat a srácoknak, de posztolni igazából nem nagyon szeretek. De ezzel a fán már többször volt szerencsém fent lenni. Ez egy 5 csillagos szállodának az udvarába áll. Mindig vannak rajta letölt tágak. És
szinte éves szinten, vagy két éves szinten lehozott. A, ott szemben a határhegyek láthatók, tehát azoknak a hegyeknek a másik oldalán Szlovénia van. Ez pedig a Vörbitó előttünk. Tulajdonképpen én most itt vagyok otthon. Itt dolgozom, itt tevékenykedem. Hát csak olyan mindent kell. Csak lapos. Akkor jársz, hogy jól nincs ott. Hát igen, tulajdonképpen számomra is onnan valahol ide kerültem. Nem így terveztem, de így sikerült. És megpróbálom minden nap olyanat úgy élni, meg úgy tevékenykedni, hogy rám ne hassanak azok a dolgok, amit biztosítók és ügyfelek kitalálnak. Tehát én azért ott megtanultam alaposan azt, hogy meg ezt igazából nagyon-nagyon szeretem. Tehát azt szeretem, hogyha valamit lemondhatok. Tehát hogyha valaki előjön az ő ötletéről, hogy így is úgy és amúgy szeretné, nagyon szeretem azt az érzést, amikor oda nyújtatom a kezemet és elköszönhetek tőle, mert tudom, hogy én ezt nem csinálom, vagy nem csinálom meg sokszor. Kompromisszumot kell kötni, az biztos, de én nem akarom, hogy ezek a dolgok az én nevemhez kötődjenek, amit mások művelnek, meg azokon a képeken lehetett látni. Úgyhogy igazából egy nagykátori karatercűnek a mondatát hoztam a végére, amit szerintem nagyon sokan és nagyon jól be lehet építeni az életünkbe. Ez így hangzik. A bajnok csak a dobogón bajnok. Előtte versenyző, utána tanuló. Kupát senki sem szeret takarítani.